Köszöntöm nézőinket! A Pécsi Csontvári Múzeumban vagyunk. Előző előadásaink során a kisebb méretű csontvári képeket elemeztük, próbáltunk beletekinteni Csontvári alkotói világába, és próbáltuk fölvázolni azokat a történelmi, társadalmi vagy eszmetörténeti körülményeket, amelyek a Csontvári életművet meghatározták. Most itt a Castella Maradi Stabia című kép előtt állunk, amely 1902-ben született meg. Ez is egy kisebb méretű kép, de jelentőségében legalább olyan, mint amilyen a korábban emlegetett Vihar a Nagy Hortobágyon, vagy a Zrínyi kirohanása volt. Ráadásul ez a kép egy évvel korábban is született Amazoknál, de hogy mégis most fogunk erről beszélni, annak az az oka, hogy néha meg kell vizsgálni, hogy mely elméleti megfontolások, milyen érdekes, speciális körülmények határozzák meg egy művész alkotásmódját, illetőleg befolyásolják őt. A Castella Maradi Stabia mellett természetesen nekünk gondolnunk kell azokra a nagy művekre, amelyek a csontvári életművet ismertté tették. Ezek a nagy művek, amelyekről számtalan könyv, monográfia készült, jól ismert és használt olvasmányok a közönség részéről, a Mária kutya Názáretben című kép, ami nem szól semmi másról, mint arról, hogy az egyén milyen kapcsolatokat tart fent, melyek a legmeghatározóbb misztikus és valóságos erkölcsi kötelezettségei az embernek. És Mária kutya Názáretben című kép nem beszél másról, mint Csontvári viszonyáról az édesanyjához. Ez kerül egy mitikus keretbe. A Panaszfal bejárata Jeruzsálemben című kép nem szól másról, mint arról, hogy mi történik az emberi csoportokkal, hogyan működik a hit, a vallás, hogyan működik a valóság, és a valóságnak milyen részei vannak, és milyen kapcsolatok, milyen kötelezettségek hárulnak a különböző emberi csoportokra. A Magányos Cédrusban nyilván mindenki érzi, tudja, hogy az egyénről van szó, az alkotóról van szó, aki itt történetesen magányos, aki itt történetesen ellenálló, és aki hát egy ilyen mitikus, misztikus önarcképet készít a Magányos Cédrusban. A Balbek az egyik legnagyobb kép itt a Csontvári Múzeumban, pedig hát a történelmi időről szól, az idő filozófiájáról, egy kicsit a csontvári magánmitológiája szerint a magyarok küldetéséről, a napról, a megtalált napútról, arról a festészeti formáról, stílusról, aminek létrehozását, megteremtését maga Csontvári is céljának tartotta, de egy nagy történetfilozófiai parabola igazából. Nos, ezekről a képekről nem beszélünk, sokkal inkább a kisebb méretűekről, a kevésbé jelentősekről, vagy látszólag kevésbé jelentősekről, mert hiszen ezek feldolgozása várat még leginkább magára. Most itt állunk tehát a 902-es Castella Maradi Stabia című kép előtt, amely hát egy nagy és folyamatos itáliai utazás sorozatnak az eredménye. Csontvári ebben az évben 49 éves, nem tekinthető sihedernek már, az érett művész minden jellegzetességét és karakterjegyét hordozza magában. Eltűntek a legkorábbi időszak kicsit naturalista formajegyei, rendkívül komplett az előadásmódja, amely alatt nem értünk kevesebbet, mint azt, hogy a nagy dekoratív részletek mögött apró impressionisztikus megoldások vannak, a dinamikus és expresszív felületmegoldások mellett vannak nagyon nyugodt és statikus és kiegyensúlyozott formák, és így tovább, és így tovább. Nagyon sok olyan komplementer, egymást kiegészítő mozzanattal gazdagok ezek a csontvári képek, amelyek megérdemlik azt, hogy egyről kettőre elemezzük őket. Nos, a Castella Maradi Stabia egy város, amely Nápolytól délre, 11-néhány kilométerre, Herculaneum és Pompei közelében van. Egy nagyon szép öböl partjára kiépült város, amelyet Csontvár 901-ben már meglátogat, 902-ben csinálta tehát a Castella Maradi Stabiát. Ez a kép miért is jelentős? Azért, mert minden olyan jelentésmozzanat és formai megoldás, ami a csontvári képeken a későbbiekben elénk fog kerülni, vagy ami elemzésre méltó, a Castella Maradi Stabián megtalálható. A három fejezet tehát Csontvári és a perspektíva, vagy a perspektíva módosulásából következő felismerések, a színek használata, a színek rendszere, a színek rendszertana,
A harmadik pedig a személyes érzelmek belevívése a festői felületbe. Ezek azok a mozzanatok, amelyeket a csontvári művek általános elemzésekor mindenütt bevethetünk, hiszen valamennyi általánosítva érvényesnek látszik bármelyik csontvári mű elemzése során. Ezek úgy gondolom használható és nagyon tartalmas metodikai segítséget nyújthatnak a csontvári képek elemzésénél. Nos, hát kezdjük akkor sorban felismerni az előbb említett fejezetcímek tartalmait a Castellammare di Stabian. A kép, amely előtt állunk, egy nagyon harmonikus, voltak éppen még a Biedermeier festészet ízeit is érzékeltető festmény, amely a tájfestés minden európai hagyományának legszebb vonását tartalmazza. Hallatlanul üde, friss, érezzük a tengeri levegőt, a sós ízeket, a babérnak és a délszaki növényeknek az illata vegyületájba. Halljuk fülünkkel a hullámok csapkodását, érezzük a kocsi kerekének csikorgását, talán még a vitorlák lebbenését is halljuk, rendkívül pontos helyzetmegjelölés, amit Csontvári itt érvényesít. Látjuk az öböl mentén a gyárakat, füstölnek a kémények, nem különben füstöl a Vezúvnak a csúcsa is, és látjuk magát a mesés színes várost, amely éli a maga mindennapi, itt láthatóan késő délutáni életét, hiszen ez egy nyugati tengerparti város. A biciklista haladása közben erős árnyékot vet a falra, a napfény nyugatról éri a biciklistát, késő délután van. Castellammare di Stabia már nem tartozik azokhoz a történeti városokhoz, amelyek sorába Pompei vagy Herculaneum jegyezhető fel, de hát azért császári üdülőhely volt, valamikor az antik Róma kedvelte ezt az üdülőhelyet és üdülővárost. Csontvári maga is vélhetően az utazási bédekkerek nyomán jut el Castellammare di Stabiába, rendelkezünk képes lappal is, amelyet Csontvári megvásárolt, ő általában vásárol képes lapokat az általa meglátogatott helyszínekről, nem kis mértékben ezeket aztán föl is használja. A Castellammare di Stabia tehát az előbb említett három fejezetcím mögött a következő jelentéseket sugározza ránk. Érzékeljük, hogy bár minden pontosnak látunk és minden helyén valónak mutatkozik, azért valamiféle nyugtalanság mindenképpen ébred bennünk, amikor összevetjük a valóságos szemlélet formáival, távlataival azt a képet, amivel itt szembe találkoztunk. Mert hiszen ez az összvérfogat, ami itt látható a kép jobb oldalán, mintha nem igazán egyenes irányban haladna az úton, mintha a kerékpáros sem feltétlenül az út irányt folytatná, mintha a hajók a tengeren vagy a tengeröbölben nem is egyazon vízen utaznának, oly különös a kapcsolat közöttük, annyira nem tartoznak össze. Főleg világos lesz ez az összenemtartozás, hogyha kinagyított felvételt figyelünk meg és elemzünk. Érezzük azt, hogy a házak mintha támolyognának, nem fűzi össze őket egy egységes perspektíva rendszere. És elvégezhetünk egy nagyon érdekes kísérletet szerintem, ami bebizonyítja azt, hogy a lineáris perspektíva, vagy a klasszikus rövidülés elve a Castellammare di Stabiában nem érvényesül egyértelmű határozottsággal. Végezzük el a kísérletet. Nézzük meg, hogy milyen perspektíva vonalak mentén szerveződik ez az architektúra. Hát ennek az épületnek például megrajzoljuk a perspektíva vonalait egy enyészpont felé, akkor az enyészpontját valahol itt találjuk meg. Ha ennek az épületnek megrajzoljuk az enyészpontját, a perspektíva vonalait, akkor itt találjuk meg. Ha ennek az épületnek, akkor azt itt találjuk meg valahol. Ennek a hajónak a perspektíva rendbe való beilleszkedése teljesen máshol van, mint ennek a hajónak az egynézőpontú perspektívába való beilleszkedése. Vagyis eleve nem tételezhetjük fel, hogy a mű egy nézőpontú perspektívából született meg. Nincsen enyészpontja. Ez egy hallatlanul érdekes dolog. A 20. századi művészet, vagy az avantgárd, vagy a forradalmi művészet egyik alapkérdése volt, hogy miképpen sikerül leszámolni azzal a művészeti technikai fogással, amit perspektívának nevezünk, s ami az illúzió létrehozásához vezet. Csontvári maga is akarva akaratlanul, de beszéli a nyelvét annak a kornak, amelyben él. Nem tanulmányozza ő Cézanne műveit, nem tanulmányozza
ő a már bontakozó kubizmus alkotásait. Ő teljesen automatikusan érez rá arra a különös hangulatra, amit Ady Endre maga is megfogalmaz, és amire már Hegel is utalt két évszázaddal korábban, a minden egész eltörött helyzetére. Nincsen egész és összefogó perspektívája, rendje a világnak. Mint egy halom hasított fa, hevernek egymáson a dolgok, hogy József Attilát itt szabadon idézzük. Nincsen egységes rendje semminek a világban, a rendszer nem a priori létező, nem eredeténél fogva létező meghatározottság. Csontváry mindezeket csak érzi, nem munkálja ki, nem lesz teória az ellenperspektíva tanából, csak érzékelteti velünk, mint egy, hogy ebben a képben nincsen az a biztos rend, amelynek enyészpontjából, két vagy három enyészpontjából kiszerkeszthető volna egy konzisztens, minden ízében tartalmas és összefüggő valóság. Tehát a bizonytalan érzés, ami bennünket a kép láttán elfog, és ez csak egy pici részlete persze az érzések sokaságának, ami a kép láttán ébred bennünk, ez a bizonytalan érzés tehát abból származik, hogy a képen látható tárgyaknak, objektumoknak a rendszere, a rendje, az egységbe való beilleszkedése meglehetősen bizonytalan. Nincs perspektívája tehát a képnek. De nem mondjuk azt, és nem érezzük azt, hogy egy olyan alkotással lennénk szembe, vagy kerültünk volna szembe, amely diszharmonikus. Ez a kép minden ízében elfogadható, és rendkívül mély és kellemes érzéseket kelt bennünk. És ennek a magyarázata a második fejezet, ha úgy tetszik, amit most itt felidézhetnénk, vagyis az, hogy a színek tekintetében a perspektívában elvesztett bizonyosságot és biztonságot pótolni tudja, és a színek felhasználásának rendszerszerűségével olyan elképesztően mély és meghatározó rendet teremt a művön belül, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy elfelejtesse velünk a bizonytalanságoknak és a diszharmóniáknak, a tántorgásnak az élményét. Ez is a Csontváry képek rendkívüli összetettségére utal, vagyis arra, hogy egyszerre többféle felismerésnek, olykor ellentmondó igazságoknak is a keretévé válnak a Csontváry képek. Tehát ha a második fejezetet Csontváry és a színek kívánjuk itt nagyon gyorsvonati sebességgel összefoglalni, akkor azt kellene felismernünk, hogy Csontváry mellesleg meglehetős odaadással tanulmányozza korának, vagy a 19. század végének a színelméletét. A könyvtárában ott vannak a leginkább forgatott és népszerű színelméleti művek, és ez nem lehet a véletlen dolga egészen. Mint ahogy az sem véletlen, hogy az arányérzéke az Gácsi Patikus korában nyilvánvalóan a lombikok és a mérlegek mellett iskolázódott, és a Patikusnak rendkívüli érzéke van a mikroméretű és mikrosúlyú súlyok és ellensúlyok kitámasztására és kiegyensúlyozására. Valami hasonló történik itt. Talán emlékezhetünk arra, hogy 1894-es és 95-ös tanulmányai során ő elvetődik a Karlsruhe-i Művészeti Akadémiára, és ott idéztük korábban egy Karl Morgan nevű tanár, felemlíti neki, hogy kegyednek Csontváry, igen erős és jó színérzéke van. Megvan-e még az az erős és emlékezetes színérzéke, ami hát ismertétette önt, kérdezte ez a Karl Morgan 10 évvel korábban. Most itt állunk Castellammare-di stábjában, és meg kell kérdeznünk nekünk is, hogy megvan-e Csontvárynak az az erős, minden hibát, minden elrajzolást, minden mértéktévesztést, arányzavart, kiegyensúlyozó színérzéke, ami miatt az a bizonyos megnyugtató érzés kell bennünk, amikor a Csontváry képekkel szemben állunk. Nos, a válaszunk az kell legyen, hogy igen, megvan, mert hiszen Csontváry ebben a műben a lehető legszigorúbban él a tonális építkezés szabályaival, ami alatt azt értjük, hogy rendkívül pontosan meghatározza, hogy mely színcsoportokkal szemben mely színcsoportokat lehet alkalmazni a színelmélet megfontolásai szempontjából. Tehát a színelmélet ilyeneket állít, hogy ugye a komplementer színek, kiegészítő színek léteznek. A színelmélet állít olyant, hogy léteznek minőségi kontrasztok.
a komplementer színek együttese mondjuk a sárga és a kék. A kettő keveréke adja a zöldet. A minőségi kontraszt a vörös és a zöld kapcsolata. Nézzük meg, hogy például ezekkel a nagy akcentusokkal Csontváry hogyan biztosít nagyon erőteljes rendet a képen belül. Ha itt van egy nagy felület a képen belül, itt a kép jobb oldalán van egy kétszintes ház, aminek a homlokzata sárga. Ha ő azt állítja erről a nagy felületről, hogy sárga, akkor biztos, hogy a kiegészítő állítás, az ablak, az kék lesz. A sárga és a kék a legbiztonságosabb, alapvető, komplementer színpár. Vagy ha itt van egy homlokzat, egy kicsivel a kép középpontja felé, amely vörös, vagy a vörös egy árnyalatát hordja magán, akkor az egészen biztos, hogy az ablakaiban, tehát egy alárendelt állításban zöld lesz. A kettő együtt egy rendkívül hatékony minőségi kontraszt. És így tovább a kép minden részében él ezekkel a nagyon erőteljes, kontrasztos, modális vagy tónusbeli szembeállításokkal. Rendkívül vonzóan oldja meg a színek átvezetését egyiket a másikba. Rendkívül jól oldja meg az árnyékok tónusokkal való meghatározását. Rendkívül pontosan és izgalmasan határozza meg a kép egészén belül a lentről, a tenger kékjéből induló szintől, a felső rész az ég kékjéig terjedő dimenziót, rengeteg átmenettel. Az történik a képen, hogy induljunk el az égből, hogy az ég kékje gyönyörűen átmegy az északkeleti part felé zöldessé váló ég részekbe, a zöldessé váló ég átmegy rózsaszínbe, a rózsaszín átmegy szürkébe, aztán a talaj, a növényzet zöldje következik, majd a tenger áramok, a tenger hullámok fehérjei, a habos, tajtékos, tarajos hullámok, aztán a kék tenger, mozgékony és mély kék öböl itt az előtérben. A kékből kékbe való átmenet közben érzékeltettük, hogy a festői minőségeknek milyen gazdagságával találkoztunk. Tehát Csontváry a perspektíva elvesztésének, a bizonyosság elvesztésének ellenpontjaként a színek teljes és abszolút biztonságát állítja. Hasonlóképpen erősíti meg a kép szerkezetét az a néhány fogás, amit érdemes bemutatnunk. Tehát a perspektíva ugyan elveszett, de a kép beállítása, a kompozíció meghatározása azért nagyon lényeges új mondanivalókat fog hozni. A perspektíva elvesztéséhez vagy átalakulásához tartozik az a felismerésünk, amit a helyszínen tudunk a leginkább igazolni. Azon a helyen, ahol most állunk, egy zenepavilon előtt vagyunk egyébként a parton, Castellamare di Stabiában, körülbelül látjuk a 30 kilométer átmérőjű nápolyi öblöt. Ebből a nézőpontból, ahol most itt állunk, és ahonnan a képet maga Csontváry megfestette, nincs lehetősége arra, hogy a Vezúv kúpját beidézze. Csontváry itt egy nagyon sajátos kompozíciós eljárást fog alkalmazni. A 30 kilométerrel távolabb lévő Vezúvot és a csúcsát behúzza a képbe, és az épített város az ember teremtette mű ellenpontjaként a kép bal oldalán működteti a vulkánt. A város éli a maga életét, mozgékony, emberek vannak benne, teszik a dolgukat, kiállnak az erkélyre, olvasnak az ablakban, kerékpároznak, utaznak a bérkocsin. A táj, a természet pedig az örök és mély természetes mozgásokat műveli, és ezt végzi. A kettő közötti kapcsolatot nagyon-nagyon izgalmasan és érdekesen teremti meg Csontváry azzal, hogy a kép jobb alsó sarkában indítja a sétányt, a tengerparti utat, aztán átmegyünk a távoli gyártelepen keresztül egészen a Vezúvig. A Vezúv csúcsán pöfékel a füst. A füst gyönyörűen és ellenpontozóan, mint egy ilyen ornamens követi a Vezúvnak a gerincvonalát. Érezzük, hogy egy ilyen szimultán vonal születik meg ott a füstből. És az egészből egy nagy S betű jön létre, egy ilyen fekvő S jön létre,
ami nagyon-nagyon kiegyensúlyozottá teszi a képet, mint kompozíciós alapvonal. Tehát ez talán a második fejezet, amiben beszéltünk a színek rendjéről és a kompozícióról. A harmadik fejezet, amit olyan jellemzőnek véltünk minden csontvári kép elemzésénél felhasználni, ez pedig volna annak a jelentéskörnek a kibontása, ami csontvári személyes élményvilágára utal. 1936-ban egy csontvári kiállítás apropóján Bálint György, akkor népszerű és elismert művészetkritikusa, ír valami olyasmit, hogy Csontváry Castellamare di Stabia című képében, mintha a tenger hullámai megnyílnának, és a hullámokon belül Csontváry diszharmonikus lelkének árnyékai derengenének fel, és valóban egy nagyon izgalmas felismerésünk támad, hogyha a kép alsó részében, itt közvetlenül az előtérben szemléljük azokat a nagyon pontosan megrajzolt, szinte naturálisan fotószerű hullámokat, amelyek itt állnak. A hullámok belsejében, a hullám természetétől tökéletesen eltérően, de olyan tónusok, olyan színek jelennek meg, amelyek nem illenek, nem valók a természetes szemlélet, vagy a természetes tapasztalat hullámképében, vagy hullámjelentésében. Az árnyékokban ugyanis megjelenik a vörös szín. A vörösnek, a barnának, sárgának kilágyított változatai, egy kis lilával keverve. Különös érzésünk támad, amikor erre a hullám rendszerre tekintünk, mert hiszen köznapi tapasztalatunktól jelentősen eltérő észleléseket teszünk. A hullám belsejében felvillan egy páratlanul különös vörös fény. A hidegben a meleg, a vízben a tűz, és hát Bálint György ezt jó részt azzal magyarázza, hogy Csontváry viszonylag jól karbantartott, de mindenképpen diszharmonikus belső világának valahol fel kell tűnnie egy ilyen rendkívül harmonikus térben is, mint amilyen a Castellamare di Stabia. Tehát Csontváry az érzéki, érzelmi, gondolkodó ember a Castellamare di Stabia című képben, amely 1902-ben született, nagyon is ott van, és nagyon is garanciája ez az összetettség annak, hogy ezt a viszonylag kis képet mégiscsak a főművek sorában emlegessük.